Hare Krishna, folytatjuk a Mahábárata című könyv felolvasását. A 25. fejezethez érkeztünk, ennek címe Arjuna találkozik a félistenekkel. Umegyeneti mirandasya gyanen janashalakaya chakshuru militam yenatas mai shri gura vena mahanamam vishnu padaya krishna prishtaya butale srimate bhakti vedanta swaminiti namine namaste sarasvate deve gurvani pracharine nirvishesha shunyavadi paschatyadesha taline Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya 25. fejezet Arjuna találkozik a félistenekkel. A brámanák által megjelölt kedvező csillagállású napon Yudhisthir megtanította Arjunának a Pratismriti mantrákat. A király azért várt addig, mert tudta, hogy ha előbb avatja be a misztikus tudományba, Arjuna képtelen lesz kivárni a legalkalmasabb időpontot, s rögvest útra kell a Himalájába. Yudhisthir tudta, hogy imádott öccse távollétében nehéz napok várnak majd rájuk az erdőben. Mivel azonban Vyászadév bízta meg Arjunát a küldetéssel, Yudhisthir tisztában volt vele, hogy az elválást nem halogathatják a végtelenségig. Egyébként is talán ez volt az egyetlen esélyük, hogy egyszer majd visszaszerezzék a birodalmukat. Yudhisthir félrevonta Arjunát, s kezét vállára téve így szólt hozzá. Ó Bharata sarja, Bhishma, Drona, Kripa, Karna és Ashwatthama, a fegyverforgatás mind a négy tudományának a birtokában van. A különböző fegyvernemek használatát isteni útmutatás alapján sajátították el valamennyien. Mivel Duryodhan megbecsüli, kiszolgálja és eltartja őket, minden alkalmat megragadnak, hogy viszonozzák ezt. Egy percig sem gondolhatjuk tehát, hogy Bhishmáék majd nem mögötte sorakoznak fel. Duryodhan esküdt ellenségünk, mára már az egész világra kiterjesztette uralmát. Ó Arjuna, már csak benned bízhatunk. Ha a sikerrel teljesített küldetésedet, visszaszerezhetjük birodalmunkat. Figyelj rám, elmondom, mit kell tenned. Yudhisthir ekkor felfedte fivére előtt, hogy mivel bízta meg őt Vyászadév, meghagyta neki, hogy ne késlekedjen sokáig, hanem amint lehet, vágjon neki a Himalájának, és szerezze meg a fegyvereket. Mélyedjen el a meditációban, és a bölcstől kapott mantrákkal idézze meg a félisteneket. Ó erényes férfiú, engedd meg, hogy még ma beavassalak a Pratismriti mantrákba, hogy mielőbb elindulhass Indrához. Ha Indra elégedett veled, biztosan neked adja a fegyvereit, és akkor az ő utasítására a többi félistentől is megkaphatod az övéiket. Arjuna ekkor teljesen az ellenőrzése alá vonta az elméjét és az érzékeit, Yudhisthir pedig a megfelelő szertartásokkal beavatta őt a mantrákba. Amikor Arjuna már mindent tudott, amit tudnia kellett, Yudhisthir felállt, hogy jelezze, eljött az idő az indulásra. Az elvárásra gondolva, könnyek szöktek a szemébe, de erőt vett magán is, e szavakkal szólt öccséhez. Most indulj, drága testvér! Arjuna felhúzta iguána bőrből készült kézvédőjét és kesztyűjét, tetőtől talpig páncélt öltött, vállára tette Gandiva íját, és két kifogyhatatlan tegezét, s már készen is állt az indulásra. A brámanák és a szithák megáldották, és mivel nem tudta, mennyi ideig lesz távol, fájó búcsút vett fivéreitől. Amikor már indult volna, Draupadi lépett hozzá. Ó, erőskarú Dananjaya! Kívánom neked, hogy valóra váljon a nemes lelkű Kunti vágya, melyet születésedkor fogalmazott meg, és hasonlóképpen teljesüljön minden, amire te magad vágysz. Csak bizakodni tudok abban, hogy soha nem kell még egyszer megszületnünk ebben a szörnyűséges ksatria rendben. A legmélyebb tisztelettel adózom minden önmegtartóztató brámana előtt, akik már felülemelkedtek ezen a nyomorúságokkal teli anyagi világon. Duryodhan sértése mindmáig eleven sebként sajog a szívemben, de az, hogy most elmész, még ennél is nagyobb bánattal tölt el. Távol létedben ott leszel minden gondolatunkban. Ó, dicső hős, nélküled üres az életünk. Benned van minden reménységünk. Kívánom, hogy az Úr és az ő energiája oltalmazzon téged utadon,
és szerencse kíséri a léptedet. Most menj, jár sikerrel! Arjuna a kedves mosolyal viszonozta Draupadi búcsú szavait, tisztelete jeléül körüljárt a fivéreit és Daumját, aztán útnak indult. A Himalájáig vezető hegyekkel és erdőkkel tarkított utat minden erőlködés nélkül futólépésben tette meg, de a Yudhisthirtól kapott mantráknak köszönhetően olyan szédítő sebességgel, hogy még saját magát is meglepte, aki pedig meglátta, halálra vált az ijegységtől. Egy nap sem telt belé, s már a Mandara hegylábánál találta magát, ahol megállt és alaposabban szemügyre vette a környéket. Az égbe törő hegyormok kéklő szépsége csodálattal töltött el. A csúcs felé vezető út mentén számtalanféle fát látott, gyönyörű látványt nyújtó tarka virágaik hódító illatot árasztottak. Bódító illatot árasztottak. A levegőt pávák, darvak és kakukkok hangja töltött el, a hegyi lejtőkön szithák és csáranák hódoltak vidám kedvteléseiknek. Arjuna elhatározta, hogy megmássza a hegyet, és lemondásaiba a hegytetőn kezd bele. A hegycsúcs felé félúton egy fensíkra ért, s egyszer csak egy hangot hallott, mely mintha az égből szólt volna hozzá. Megállj! Parancsolta a hang. Arjuna körülnézett, és egy aszkétát pillantott meg egy fatövében. Sovány testét őszbőr ruha takarta, összetapadt hajfürtjei rendezetlenül omlottak vállára. Ó, gyermek, ki vagy, hogy fegyveresen és páncélban jössz ide? Szólította meg az idegen Arjunát. Csak nem egy ksatria? Tán nem tudod, hogy a vidéket békés brámanák lakják, akik már kiirtottak szívükből minden haragot? Az, hogy idáig eljutottál, nagy lelki tisztaságról tanúskodik. Most itt az alkalom, hogy tovább tökéletesítsd az életedet. Erőszakra itt semmi szükség. Dobd el a fegyvereid. Arjuna az aszkéta tudomására hozta, hogy nem hajlandó megválni a fegyvereitől. Ó, brámana, a bátyámat, Yudhisthirt szolgálom, akit igazságtalanul megfosztottak a birodalmától. Ehhez kellenek a fegyverek. Ne kívánt hát, hogy eldobjam őket. Az aszkétát megörvendeztette Arjuna határozottsága, mely szilárd kötelességtudatról árulkodott. Ó, ellenség legyőzője, tudd meg, hogy én vagyok Sakra, a félistenek királya. Iménti szavaiddal elégedettél tettél. Kér tőlem valami áldást. Arjuna alig hitt a fülének. Maga a nagy Indra jött elé. Összetette kezét, és így szólt hozzá. Ó, magasztos, azt kérem tőled, hogy add nekem valamennyi fegyveredet. Ó, Dananjaya, mosolygott Indra. Minek neked a fegyver, amikor csak egy szavadba kerül, és a boldogság mennyei birodalmába emellek? Miért nem kéred inkább ezt? Ó, uram, a fivéreim egy kietlen erdőben várják visszatértemet. Ha én nem segítek nekik, nem állhatunk bosszút az ellenségeinken. Ha cserben hagynám őket a saját boldogságomért, joggal vetne meg az egész világ. Arjunának eszébe jutottak Durjodhan galád tettei, és érezte, hogy elönti az indulat. Ó, gyermek, felelte szelíren Indra, akkor keresd fel Sívát, a leghatalmasabb félistent, aki háromágú szigony tart a kezében. Ha sikerül, elégedetté tenned őt, minden vágyad valóra válik, és a fegyvereimet is megkapod. Ekkor Indra eltűnt, Arjuna pedig magára maradt. Úgy határozott, hogy nem megy tovább, hanem ott helyben belefog az aszkézisbe és Shiva imádatába. Levetette páncélját, s fegyvereivel együtt a fa alá támasztotta, ahol addig Indra ült. Megfürdött a közeli kristálytiszta tóban, és leült meditálni. Alig látott neki elmélyült lelki gyakorlatainak, kagylókürtök búgtak fel az égben, és virágeső hullott a magasból. Örömmel fogadta a kedvező jeleket, majd félig lehunyt a szemét, ellenőrzése alá vonta légzését, és mormolni kezdte Sivához intézett imáit. Meditációja első hónapjában Arjuna csak egy kevés gyümölcsöt vett magához, és azt is csak minden harmadik napon. A második hónapban 6 naponta evett. A harmadik hónapban pedig 2 hetente egyszer. A negyedik hónapban már csupán levegővel táplálkozott, és még tovább szigorította lemondásait. Lábújhegyre állt, magasba nyújtotta a karjait, és így folytatta rendületlenül a meditációját. Napjában 3-szor fürdött, és tökéletesen az irányítása alá vonta elméjét és érzékeit.
Végül lemondásainak köszönhetően ragyogni kezdett, mint a nap. A mennyekben élő risik egyre növekvő aggodalommal szemlélték a Pándava öncsanyargató meditációját. Síva elé járultak és így szóltak hozzá. Arjuna szigorú lemondásai révén már úgy ragyog, hogy testének sugárzása bevilágítja a Himaláját. Kegyetlen aszkézise olyannyira felforrósította a földet, hogy füst tör elő belőle. Ó, félistenek ura, arra kérünk, fékezz meg őt, mielőtt vezeklése erejével teljesen felborítja az univerzum rendjét. Ne féljetek Pál Guna miatt, nyugtatta meg őket Síva. Nem a mennyekbe akar eljutni, és a gazdagság sem érdekli. Tudom, mire vágyik, és azt még ma meg is kapja tőlem. A risik meghajoltak Síva előtt, és megkönnyebbülten távoztak hajlékukra. Síva ekkor egy magas, aranyló bőrű vadász alakját öltötte magára, és alászállt arra a helyre, ahol Arjuna meditált. Férjéhez hasonló öltözékben hitvese, Umá is vele tartott, a Síva kíséretéhez tartozó szellemlények és koboldok társaságában, akik tarka ruhákban vidítottak, s a legváltozatosabb formákat öltötték magukra, a koboldlányok közül sokan gyönyörű hölgyekét. Amikor népes kíséretével Síva leereszkedett Arjuna tisztására, ragyogó fénybe vonta az egész tájat, melyre különös csend ereszkedett. Még a dübörgő vízesések és a zubogó patakok is némán folytak tovább. Síva, amikor földet ért a tisztáson, egy dánavát pillantott meg, akiben a meditáló Arjuna láttán feltámadt a harci düh, és egy hatalmas vatkan képében hangos fújtatással rárohant, hogy felnyársalja. Arjuna meghallotta a dübörgő lépteket, s villámgyorsan felhajzva íját, egy fürge nyilvesszőt helyezett a húrra. Gonosz pára, kiáltotta, nem tudom, miféle szerzet vagy, de mivel meg akarsz ölni, habár én semmit nem ártottam neked, átküldelek a halál birodalmába. Amint azonban éppen kilőtte volna a nyilát, a távolból Síva kiáltása harsant. Hé, te ott, megállj azonnal! Az a vad az enyém. Én láttam meg először, és már meg is céloztam a nyilammal. Az ismeretlen vadász szavaira fittyet hányva Arjuna kilőtte nyilát, de ugyanabban a pillanatban Síva is kilőtte az övét. A két nyilvessző mennydörgésszerű csattanással egyszerre fúródott a roppant sziklára emlékeztető vatkamba. A fájdalmában felüvöltő démon visszanyerte természetes alakját, és holtan esett össze. Arjuna körülnézett, és meglátta az aranyló hegyként ragyogó vadászt több száz hölgy gyűrűjében. Összevont szemöldökkel méregette, aztán szigorú hangon megszólította. Ki vagy te, vadász öltözetű idegen, és mi keresni valód van itt te hölgyekkel ebben a kietlen erdőben? Tán nem kedves az életed? És legfőképpen miért lőtted le ezt a vatkant, amit először én vettem célba? Nem tudod, hogy ezzel megszegted a vadászat íratlan törvényeit? Ekkora sértést nem hagyhatok annyiban. Az életeddel kell fizetned érte. Ó, hős, te csak ne aggódj miattunk, válaszolta mosolyogva a vadász. Vadászok vagyunk, itt lakunk az erdőben. Éppenséggel én kérdezhetném tőled, hogy mi szél hozott ide? Fejedelmi sargynak tűnsz, aki fényűző élethez szokott. Miként lehet, hogy most mégis vezeklésre adtad a fejed? Arjuna lövésre készen tartotta az íját. Egyetlen hű társam a Gandíva, és itt élek ebben az erdőben, egyedül íjam és karjaim erejében bízva. Láthatod, hogy ezzel a félelmetes rákszaszával is könnyedén végeztem, aki az életemre tört. A vadász csúfondárosan kacagott Arjunán. Ezt én öltem meg, nem te. Én pillantottam meg először, és az én nyilam küldte a halál birodalmába. Úgyhogy nincs mire olyan büszkének lenned. Másokat vádolsz, hogy nem tartják be a vadászat szabályait, miközben te nem ismered azokat. Ó, te gonosz szívű, nyomorult! Kettőnk közül én vagyok az, akit sérelemért. Készülj fel, mert kilövöm rád villámsebes nyilaimat. Védd ki őket, ha tudod. Mielőtt még a vadász felemelhette volna íját, a felpaprikázott Arjuna süvítő nyílzáport zúdított rá, a nyilvesszők azonban egytől egyik eltűntek a különös idegen testében, aki rezzenéstelenül mosolyogva fogadta a támadást. Ó, te pokolfajzat, kiáltotta a vadász. Lövöldöz csak kedvedre félelmetes nyilaidat, az én szívemet úgysem fúrhatod át. Arjuna újabb sorozatot küldött kihívója felé, melyre a feldűödött Síva nyilak százaival válaszolt. Parázs, ír, így pár baj vette kezdetét.
Arjuna ugyan ügyesen kivéte ellenfele lövedékeit, de ámulva látta, hogy ő maga hiába lövi ki számolatlanul a nyilait, azok teljesen hatástalanok maradnak a különös vadásszal szemben. Kettőzött erővel folytatta hát a támadást, de avasz csak állt, mint a cövek. Arjuna hitetlenkedéssel vegyes tisztelettel merett rá. Ez már igen? Kiáltotta a csodálat hangján. Ilyet se láttam még soha. Most már kezdte furdalni a kíváncsiság, hogy ki lehet a titokzatos vadász. Az biztos, hogy nem közönséges földi halandó, mert az nem tűrte volna rezzenéstelenül a Gandivából kilőtt nyilakat. Bizonyára a mennyekből szállt alá. A Pándava úgy döntött, hogy beveti misztikus fegyvereit. Bárki is legyen ez az idegen, Gandarva vagy Jaksa, ha nem maga Shiva az, most már végez vele. Megidézte hát a fegyvereket, melyekből ezrével sűjtettek ki a nyilvesszők, vakító aranysugaraként szelvált a levegőt. Shiva mosolyogva fogadta a nyílzáport, ahogyan egy roppant hegy, a rázóduló esőt. Arjuna újabb nyilvesszőkért nyúlt, ám döbbenten tapasztalta, hogy kifogyhatatlan égi tegezei hirtelen kiürültek. Hát ez meg hogy lehet? Miféle szerzet ez, hogy minden nyilat elnyel a teste? Most mivel fog harcolni? Megmarkolta hát félelmetes íját is, jobb híján azzal rontott ellenfelére. Mint valami furkós bottal többször is lesújtott Shivára, aki azonban egy hirtelen mozdulattal elkapta a Gandivát, és se szó, se beszéd, nyomtalanul eltüntette a testébe. Arjuna ekkor kardot rántott, hogy egy hatalmas súlyintással kettéhasítsa, ám az szilánkokra tört a vadász fején. Arjunát némi riadalommal töltötte el az újabb kudarc, de nem adta fel a küzdelmet. Ezúttal a keze ügyébe eső köveket és sziklákat dobta a vadászra, majd a környező fákat tépte ki gyökerestül és hajította felé, ám ez is, az is hatástalan maradt. Arjuna szája füstölt a méregtől, ellenfelére rontott és puszta kézzel kezdte ütni. A vadász nem hagyta magát és visszaütött. Öldöklő kézi tusa bontakozott ki közöttük. Előbb halálos ütésekkel igyekeztek leteríteni a másikat, aztán fújtatva összekapaszkodtak, s megfeszített erővel próbálták kipréselni egymásból a szuszt. Ahogy küzdöttek, testükből füstgomoly szállt fel, és sziklák csaptak ki. Végül a vadász szorításában Arjuna előtt elsötétült a világ, kábultan összecsuklott és ájultan terült el a földön. Amikor kisvártatva magához tért, ámulva nézett legyőzőjére, akinek szemlátomást meg sem kottyant a küzdelem. Most már egészen biztos volt benne, hogy csak a magasztos Shiva lehet. Senki más nem lett volna képes rá, hogy így fölébe kerekedjen. Az elcsigázott Arjuna ekkor felállt, és szédelegve távolabb lépett a vadásztól. Földből csinált egy Shiva lingamot, és virágszirmokkal imádni kezdte. Amikor látta, hogy a vadászt is virágok borítják el, szemelnyi kétségesen maradt kiléte felől. A nagy istenség áll előtte. Megtalálta, akit keresett. Arjuna azonnal a földre vetette magát Shiva előtt, és érezte, hogy lassan visszatér minden ereje. Shiva, akit elégedettséggel töltött el Arjuna vitézsége és alázata, az egész fennsíkot betöltő mennydörgő hangján így szólt hozzá. Ó, Pálguna, a mai nappal nagy örömet szereztél nekem. Nincs még egy harcos, aki bátorság és türelem dolgában felvenné veled a versenyt. Erőd pedig majdnem akkora, mint az enyém. Ó, legkiváló bárata, tudd meg, hogy az előző életedben egy risi voltál, és most azért születtél meg a földön, hogy közreműködj a legfelsőbb úr tervének végrehajtásában. Hamarosan megkapod az összes fegyvert, melyekre ellenségeid legyőzéséhez szükséged lesz. Olyan fegyverek ezek, melyekkel még égi ellenfelek felett is diadalmaskodni tudsz majd. Most pedig isteni látást adok neked, amellyel felismerheted valódi formádat. Csak figyelj! Amikor Arjuna megpillantotta Shiva eredeti alakját, a háromszemű istenséget nagy szigonyával, kékes nyaka körül, az isteni kígyóval, a földre borult és imádkozni kezdett hozzá. Ó nagy úr, ó magasztos istenség, te vagy minden félisten menedéke. Az egész univerzum belőled árad ki. Nem vagy te más, mint a Shivaként megjelenő Visnu, akit nem győzhet le se félisten, se démon, se ember. Ó Shankara, bocsáss meg, amiért elhamarkodottan rád támadtam. Oltalmazó menedékedért esedezem.
Shiva felemelte a földről Arjunát és szeretettel magához ölelte. Már rég megbocsátottam neked, nyugtatta meg. Te Nara vagy, Narayan barátja. Indra megkoronázásán te pusztítottad el a démonok hordáit. Krishna támogatásával, aki maga a legfelsőbb Narayan, ismét megbünteted a gonosztevőket. Ó Pártha, visszaadom Gandiva íjadat, s megtöltöm tegezeidet, melyek mostantól ismét kifogyhatatlanok. Nincs a földön hozzád fogható ember, most pedig kér tőlem valamit. Bármi legyen az, én teljesítem. Ó Uram, felelte Arjuna, miközben átvette a Gandivát. Ha valóban úgy érzed, hogy örömöt szereztem neked, alázatosan kérlek, adományozz nekem legyőzhetetlen fegyveredet, a Pásupatát. A teremtés végén a Pásupatával pusztítod el az univerzumot, és a csodálatos fegyver birtokában magam is diadalmoskodhatom a rákszaszák, a dánavák, a gandarvák, a nágák, a kísértetek és a szellemek felett, és sikerrel vehetem fel a harcot Bhishma, Drona, Kripa és a Szutasarj, Karna ellen. Megkapod, ó Kunti fia, felelte Shiva. Rendelkezel mindazokkal a képességekkel, amelyek révén megtanulhatsz bánni vele, s ha megkapod tőlem a megfelelő mantrákat, magad is kézbe tudod majd venni. Ki tudod lőni és vissza tudod vonni majd. Ezeket a mantrákat még Indra, Kuvéra és Varuna sem ismeri, földi halandókról nem is beszélve. Ugyanakkor tudnod kell, hogy a Pásupatát csak mennyei harcosok ellen szabad bevetned. Alacsonyabb világokban élő ellenfelek ellen soha, különben megsemmisítheti az egész univerzumot. A fegyvert különböző módokon indíthatod el, rágondolva vagy rápillantva, hangos szóval vagy az íjaddal. A Pásupata olyan hatalmas, hogy a mozgó és mozdulatlan élőlények világában senki nincs, aki kiállná erejét. Arjuna ekkor megfürdött, majd Shiva elé járult, hogy átvegye tőle a mantrákat. Shiva átadta neki a fegyvert, mely a mantrák kimondásának pillanatában emberi formát öltött, és Arjuna szolgálatába ajánlotta magát. Amikor az égiek meglátták Pásupatát Arjuna oldalán, a föld megremegett, és szélvihar söpört végig mind a négy égtájon. Az égben kagylókürtök és trombiták ezrei harsantak fel, Shiva pedig így szólt Arjunához. Most pedig indulj el a mennyekbe, ott majd a többi isteni fegyvert is megkapod. Azzal Umával és népes kíséretével együtt a levegőbe emelkedett, majd eltűnt Arjuna szeme elől. A Pándava még sokáig nézett ámulva utánuk és próbálta felfogni, hogy mi történt. Alig akarta elhinni, hogy ilyen szerencse érte, személyesen találkozhatott az istenek istenével, a kiismerhetetlen istenséggel, aki saját kezével érintette meg. Lelki szemei előtt már látta holtan heverő ellenségeit, és tudta, hogy most már semmi sem állíthatja meg. Shiva ellenállhatatlan erejű fegyverével minden álma teljesül majd. Még ha emberek ellen nem is vethette be a Pásupatát, a puszta tudattól, hogy a birtokában van, legyőzhetetlennek érezte magát. A gondolataiba merült Arjuna előtt ekkor Varuna jelent meg a megszemélyesült folyók, számtalan nága, szidha és félisten kíséretében. Ragyogó mennyei szekéren vele együtt érkezett a tiszta aranyfényében tündöklő Kuvéra is, akit megszámlálhatatlan jaksa követett. Amikor alászálltak Arjuna tisztására, testük ragyogása bevilágította az egész hegyet. Varuna és Kuvéra után az igazság istene Yamarács tűnt fel szekerével az égbolton, kezében buzogányával, két oldalán pedig a megszemélyesült halállal és idővel. Arjuna észrevette, hogy a közeli hegygerincen Indra és hítvese, Sachi tűnik fel, égi elefántjuk Airavata hátán. Valamennyien úgy ragyogtak, mint a kelő nap. Szolgái egy fehér ernyőt tartottak Indra feje fölé, s minden oldalról gandarvák és rísik vették körül, védikus imákkal magasztalva urukat. Amikor felocsulott ámulatából, Arjuna azonnal dicsőítő imákkal kezdte magasztalni a félisteneket, s gyümölcsel, vízzel kínálta őket. Ekkor az őszi viharfelhők morajlásához hasonlatos mély hangján Yamarács szólalt meg. Ó Arjuna, mint láthatod, a lókapálák, a világ védelmezői összegyűltek előtted. Most isteni látást adunk neked. Ó bűntelen, egy másik életedben te voltál Nara Rishi,
s most Brahmá utasítására földi halandóként születtél meg. Még ebben az életedben legyőzöd a nagyhatalmú Bhismát és a Dróna vezette vérszomjas harcosokat. Az istenek ellenségei, a daitják és a dánavák emberi testben születtek meg, de te mindet lemészárolod egy hatalmas háborúban, melyben te játszod a főszerepet. Nevedet a világ végeztéig emlegetni fogják a földön. E szavakkal Yamarázs Arjunának adta személyes fegyverét, egy mennyei buzogányt, s vele együtt mindazokat a mantrákat, amelyekkel harcba hívhatja és visszavonhatja azt. Varuna következett, aki a nágapását adományozta a Pándavának egy olyan hurok fegyvert, amely elől lehetetlen volt elmenekülni. Végül Kuvéra ajándékozta meg fegyverével, az Antardánával, melyel még a leghatalmasabb aszurák elméjét is össze lehetett zavarni, vagy épp elkábítani őket. Ezután Indra szólalt meg. Ó, ellenség leigázója, hamarosan nagy dolgokat viszel majd véghez az istenek javára. Most el kell jönnöd a mennybe, ahol tőlem is megkapod a fegyveremet, valamint rendelkezésedre bocsátom a többi elsöprő erejű fegyvert is, melyek az égiek tulajdonában vannak. Hamarosan megérkezik hozzád mennyei szekerem és a szekérhajtóm, Mátali, gyorsan odarepít téged. Miután a lókapálák távoztak, Arjuna egyedül maradt a fensíkon. Ekkor hirtelen, mintha egy második nap kelt volna fel az égen, vakító jelenés támadt, mely egyre nagyobb hévvel ontotta fényét. A környék valósággal vibrált a ragyogástól. Arjuna felismerte, hogy Indra káprázatos szekere ereszkedik alá az égből. A roppant égi járművet 10 000 zöldes árnyalatú aranyszínű paripa repítette. A gyeplőket Indra kocsisa, az aranypáncélos Mátali tartotta kezében. Amikor a szekér közelebb ért, Arjuna látta, hogy számtalan karddal, buzogánnyal, szekercével, hajítódárdával, lándzsával és mindenféle lövedékkel van felszerelve, négy oldalán pedig villámok ragyognak vakítóan. Nagy testű, tüzet okádó vad nágák tekeregtek a szekéren, s hatalmas ezüst ágyú csövei meredtek az ég felé, készen arra, hogy mennyei lövedékeikkel akár a legtávolabbi célpontokat is eltalálják. A jármű közepén Indra nyílegyenes, sötétkék zászlórúdja, a Vajjajanta tört a magasba, amely akkora volt, mint egy hatalmas pálmafa. Amikor a szekér megérkezett a tisztásra, Mátali leszállt róla és nagy hódolattal meghajolt Arjuna előtt. Ó, szerencsés férfiú, azért jöttem, hogy magammal vigyelek Sakra lakhelyére. Mennyei atyád, Indra, aki égiek, Rishi, Gandharvák és Apszarák társaságában él a mennyekben, látni kíván téged. Sivának is az a kívánsága, hogy lássad őt. Szállj fel a szekére, és én elviszlek az égi birodalomba. Arjuna újra megfürdött, majd imákkal fejezte ki háláját a Mandara hegynek. Ó, hegyek királya! Szólította meg nagy tisztelettel a hegyóriást. Bérceid közt menedéket nyújtasz a jámbor bölcseknek, akik a mennyekbe vágynak. Számomra is oltalmat biztosítottál, és én boldogan végeztem lemondásaimat a birodalmadban. Mindezért most köszönetet mondok neked, és egyben búcsút veszek tőled. Azzal Mátali vezetésével a szekér belsejébe vezető kristály lépcsőhöz lépett, és fellépdelt rajta. Mátali futásra ösztökélte a paripákat, és a mennyei jármű a gondolat sebességével az égbe emelkedett. A magasabb szférákba érve Arjuna csodálatos szekereket pillantott meg, amelyek tündöklő szépségű, ragyogó lényeket szállítottak. Királyokat és harcosokat látott, akik csatában estek el egykor, s most ragyogó égi testet öltöttek. Az istenek mennyei ösvényein szithákkal, csáranákkal, risikkel, gulyakákkal és apszarákkal találkoztak. Az égi vidéket az ott élők lemondásaiból származó ragyogás világította be. Arjuna álmélkodva forgatta jobbra-balra a fejét, és megkérdezte Mátalit, kik ezek a lények. Ó, Kunti fia, mind jámbor lelkek, akik most a mennyei birodalomban őket megillető régiójában lakoznak. Tündöklő hajlékaikat magad is láthatod már a földről, az éjszakai égbolt meg annyi csillagaként. A szekér áthaladt Indra bolygójának kapuján, ahol Arjuna viszont láthatta Airavatát, a hatalmas fehér elefántot, aki négy agyarával a négy csúcsú Kailasa hegyre hasonlított.
Miután bejárták a különböző isteni régiókat, ahová csak az istenfélő, jámbor emberek juthatnak el, az olyanok, akik áldozataik és lemondásaik révén méltóvá váltak erre, Arjunáik megérkeztek Amaravatiba, Indra székvárosába. Arjuna tátott szájjal bámulta a káprázatos szépségű várost. Itt minden virág egyszerre virágzott, és amikor az illatos szellő megborzolta a szent ligetek aranyló faleveleit, tündöklő csillámfény játszott a lombokon. Pompásabbnál pompásabb kastélyok és paloták vége láthatatlan sora mellett haladtak el, míg nem Arjuna megpillantotta a híres, gyönyörradó kertet, a Nandanát, ahol az istenek szépséges abszarák társágában múlatták az időt. Azok, akik meghátrálnak a csatában, soha nem láthatják meg ezt a helyet, jegyezte meg Mátali Arjuna ámuldozása láttán. És azok sem tehetik be ide a lábukat, akiknek nem tiszták a szándékaik. Nem végeznek áldozatot, nem tartózkodnak a szeszes italok és a hús fogyasztásától, nem fürödnek meg szent folyókban, és nem adományoznak a brámanáknak. A mennyei várost égi járművek szelték keresztül kasul, melyeket utasaik vágya, akarata irányított. Amerre Indra szekere elhaladt, gandarvák és apszarák magasztalták Arjunát. Elragadó muzsika szóárat mindenünnen, és a levegőt ezernyi kajdókült és dob hangja töltötte be. Végül megérkeztek Indra palotájába, melynek pazar gyűléstermében Arjuna találkozott a szádiákkal, a visvadévákkal és az Ashvin ikerpárral. Látta az ádityákat, a vaszukat, a marutokat, a rudrákat és a Dilipa király vezette számtalan királyi szentet. Jelen volt Narada Rishi is, a Tumbulu, a gandarvák vezére. Jelen volt Narada Rishi is, és Tumbulu, a gandarvák vezére. Miután Arjuna kifejezte a hódolatát az egybegyűlt előkelőségeknek, atya az istenek királya elé járult. Indra egy fehér ernyő alatt ült dísztrónusán, aranyjelű, illatosított csámarákkal legyezték, s miközben a gandarvák és a csáranák a legváltozatosabb hangszerekkel szórakoztatták, hosszú sorokban ülő tiszta lelkű brámanák dicsőítették őt a Rig és a Jajur Véda himnuszaival. Arjuna leborult Indra előtt, aki leszállt trónjáról és átölelte őt. Az ezer szemű félisten kézen fogta fiát, és egy arany lépcsőn át a számára fenntartott drágakő berakásos trónhoz vezette. Amikor Arjuna elfoglalta ülőhelyét, úgy ragyogott, mint egy második Indra. Az istenek királya illatos kezével gyengéden megsimogatta a fejét, és szeretettel megveregette, s megdörzsölgette arany oszlopokhoz hasonlatos, izmos karjait. Az istenség nem tudta levenni szemét a gyermekéről. Atya és fia úgy ült egymás mellett a két trónon, mint a nap és a hold a derült égbolton. Indra ekkor mennyei látást adott Arjunának, hogy Amaravati isteni szépsége a maga teljességében feltárulhasson előtte. A város fényűző pompája minden képzeletet felülmúlt. A pándava körülnézett és a számtalan önragyogó risit látott, akik a védák szent szövegét idézték. A gandarvák Tumbuluval az élükön himnuszokat énekeltek, olyan elbűvölő hangon, hogy mindenkit rabul ejtett. A dalokat az apszarák lenyűgöző tánca kísérte, melyben külön hangsúlyt kaptak a finom taglejtések és az oldalpillantások. Az apszarák minden női bájukat bevetették, kecsesen ringatták keblüket és széles csípőjüket. Az égiek szent felajánlásokkal, aggyával imádták Arjunát és tiszteletük jeléül megmosták a lábát. Később atya utasítására megmutatták neki lakosztályát Indra palotájában. Arjuna berendezkedett az Amaravati életre, Indra pedig beavatta őt az égi fegyverek használatának tudományába, különös tekintettel saját fegyverére, a kivéthetetlen Vajra villámra. Ám akár mekkora pompa és fűnyűzés vette is körül, Arjuna egy másodpercre sem feledkezett meg testvéreiről, akik az erdőben tengették napjaikat. Alig várta, hogy végre viszont láthassa őket. Valahányszor eszébe jutottak a testvérei, újra és újra leperegtek előtte a számüzetéshez vezető út állomásai, valamint Sakuni, Dushasana, Duryodhana és Karna gyalázatos tettei. Arjunának nem volt nyugovása. Ahogy napról napra egyre inkább magáévá tette az égi hadviselés tudományát,
s mind több mennyei fegyver került a birtokába, másra sem tudott gondolni, csak az eljövendő háborúra, amely immár elkerülhetetlennek tűnt számára. E fegyverekkel a birtokában nem maradt már teremtett lény az univerzumban, aki fölött ne tudott volna diadalmaskodni. A gonosz lelkű kuruk biztosan elnyerik méltó büntetésüket. Bosszút áll Draupadi megszégyenítésért, és visszaszerzi Yudhisthira birodalmát. Amikor Arjuna végre birtokában volt az új fegyvereihez szükséges tudásnak, Indra e szavakkal szólt hozzá. Most menj el Chitrasena barátodhoz, és tanuld meg tőle a mennyei tánc és ének fortéjait. Ez a tudás egyszer még nagy hasznodra válik. Így aztán Arjuna a gandarvák művészetébe is beavatást kapott. Nem tudta ugyan, hogy Indra miért sajátítatta el vele ezeket az ismereteket, de nem kételkedett abban, hogy isteni bölcsességével apja előre látja azt, amit ő nem, s a jövőben még valóban szüksége lesz erre a tudásra is. 5 év telt el így. Arjuna ez alatt mindig csak számüzetésben lévő fivéreire gondolt. Amikor elérkezett az indulás ideje, Indra magához hívatta Chitrasenát, és 4 szem közt elbeszélgetett vele. Ó, gandarvák vezére, észrevettem, hogy Arjuna többször is rápillantott Urvasira. Menj el most Urvasihoz, és küldd át Arjunához szolgálni. Mondd meg neki, hogy tegyen mindenben Arjuna kedvére, és minden női báját és praktikáját vesse ladba nála. Eddig a zeneművészetére tanítottad a fiamat, most a hölgyek társaságában való viselkedés művészetébe avasd be. Úgy lesz, uram, felelte Chitrasena, azzal már indult is Urvasihoz, akinek Arjuna erényeit kellett magasztalni. Ó, karcsú hölgy, Indra képviseletében vagyok itt, és egy szívességet szeretnék kérni tőled. Van nálunk egy földi Dalia, aki a mennyekben vendégeskedik. Az egész világ ismeri, tiszteli és szereti őt jó indulatáért, jellemességéért, szépségéért, fogadalmaiért és önuralmáért. Ereje és ügyessége messze földön híres, és még a szentek is fejet hajtanak előtte. A bajban helyén van a szíve, képességei messze túlszárnyalják mindenki másét, ereje pedig kifogyhatatlan. Ugyanakkor megbocsátó és mentes a legcsekélyebb rossz indulattól is. Ismeri a védák valamennyi ágát, rendületlenül szolgálja feljebb valóit, miközben menedéket ad minden alattvalójának. Idegen tőle a hencegés, és mindent komolyan vesz, még ha a csekélység is az. Arjunának hívják, s atya Indra hívta a mennyekbe. Ó, áldott hölgy, tudd meg, hogy a jelek szerint Arjuna vonzódik hozzád. Kérlek, keresd fel őt, és hagyd, hogy birtokba vegyen. Ó, Chitrasena, hogyan is állhatnék ellene hősnek, miután mindezt elmondtad róla? Ragyogott fel Urvasi szeme. Magam elé képzeltem, és már is belefúródott szívembe a szerelemisten nyila. Ó, Chitrasena, menj csak a dolgodra, én pedig azonnal hozzáindulok. Amikor a gandarva látta, hogy jó úton halad az ügy, elégedetten távozott. Urvasi pedig előkészült a találkozásra. Megfürdött és illatos balzsamokkal kente be a testét. Több rétegű, áttetsző selyemruhát öltött, s drága kövekkel, aranyékszerekkel és élénk színű virágokból font füzérekkel ékesítette fel magát. Szüntelenül Arjunára gondolt, és egymás után fúródtak a szívébe a szerelemisten nyilai. Elöntötte az érzéki vágy, és lelki szemei előtt már Arjuna mellett feküdt, a selyemmel borított puha és széles ágyon. Amikor a hold felkelt a horizonton, a karcsú Urvasi elindult Arjuna lakhelye felé. Ahogy kecses léptekkel haladt előre az úton, virágokkal díszített hosszú fekete hajfonatai szépséges fehér arcát verdesték. Drága köves gyöngyfüzérrel díszített és szantálfa péptől illatozó formás, előreálló keblei minden lépésnél megremegtek. Vékonyka anyaggal fedett, aranyláncocskákkal ékes magas kerek csípője lágyan ringott, ahogy haladt. Aranyboka csengettyűi halkan csilingeltek. Szépsége tündöklő volt, mint a telihold, s delejes érzékiségével a legfegyelmezettebb aszkétákat is képes lett volna eltéríteni önmegtartóztató fogadalmaiktól. Az indulás előtt elfogyasztott kevéske mámorító ital és az érzékeit felajzó vágy felszabadította gátlásait, és oldalra vetett érzéki pillantásai csak még kívánatosabbá tették amúgy is vonzó megjelenését. A szithák és a csáranák,
akik mellett elhaladt, mind egyetértettek abban, hogy Urvasinál keresve sem lehetett volna ellenállhatatlanabb hölgyet találni az egész mennyei birodalomban. Amikor megérkezett, a kapussal üzent Arjunának, hogy bebocsátást kér hozzá. Az ifjú habozás nélkül betessékelte házába az istennőt. Némi izgatottsággal töltött el, mi végre el késői látogatás, és amikor megpillantotta Urvasi földön túli szépségét, tisztelettudóan lesütötte a szemét. Imádatot mutatott be neki, mintha a feje valója lenne, és e szavakkal szólt hozzá. Ó, legkiválóbb apszara! Tisztelettel köszöntelek otthonomban. A szolgád vagyok, kérlek, rendelkezz velem. Urvasit nagy örömmel töltötték el Arjuna szavai. Amikor megszólalt, a hangja olyan volt, mint ezernyi aranycsengettyű csilingelése. Ó, legkiváló férfiú, elmondom, mi áradban vagyok itt nálad. Amikor először megjelentél a mennyben, összehívták a gyülekezetet a tiszteletedre. Az ég minden lakója és minden félisten jelen volt, és te sakra mellett ültél a trónon. Én a főapszarok között táncoltam, és te megláttál. Igaz, hogy csak néhány másodpercig szögezted rám a tekintetedet, de ez elég volt ahhoz, hogy Indra észrevegye kitüntető figyelmedet. Atyád ezek után azzal bízott meg Csitraszénán keresztül, hogy legyek a szolgálatodra. Ó hős, mindaz, amit hallottam rólad, perzselő vágyakat élesztett a szívemben. Kimondom, miért jöttem, azt akarom, hogy ma éjjel az enyém légy. Arjuna pironkodva tapasztotta fülére a kezét. Ó, áldott hölgy, ó, legvonzóbb teremtés! Nem helyén való, hogy ilyen szavakat kell a szádból hallanom. A fejjebb valóm felesége vagy. Ó, istennő, én nem tudok másként tekinteni rád, mint a nemes lelkű Kuntira, vagy a szépséges Sácsira, Indra hitvesére. Ne kételkedj a szavamban. Ó, édes mosolyú hölgy, én valóban rád szögeztem a tekintetemet, de nem azért, mert vágyakozom utánad. Annak egészen más oka volt. Arjuna már korábban is hallott Urvasiról, még odalent a földön. Sok ezer évvel ezelőtt az égi hölgy Pururavához, Arjuna egyik ősatyjához ment feleségül. Arjuna dinasztiájának Urvasi fia lett az ősatyja. Hogyan is tudna hát őse anyjával szerelmes kapcsolatot létesíteni? Ó, áldott hölgy, szabadkozott Arjuna. Csak azért nem tudtam levenni rólad a szemem, mert csodáltal töltött el, hogy nemzetségem ősanyját láthatom szemtől szemben. Nem helyén való, ha az anyai érzéseken kívül más érzelmeket dédelgetsz irántam. Urvasi elmosolyodott. Ó, Indra fia, az apszarákat nem kötik a világi erkölcs szabályai. Mi bárkivel bűntelenül kapcsolatba léphetünk az itt lakók közül. Dinasztiádnak más leszármazottai is élvezték bájaimat, és erre most neked is alkalmad nyílik. Kérlek, ne tekints rám úgy, mint a fejjebb valóra. Éget a vágy, és mindenemet neked adnám. Ne utasíts hát el, az nem val erényes férfiúra. Arjuna hajthatatlan volt. Úgy érezte, ha akarná, sem tudná elfogadni Urvasit. Ó, gyönyörűséges hölgy, halld most szavam, melyre jól figyeljen mind a négy égtáj és minden mennylakó. Számomra te nem különböző Kuntitól, Máditól vagy Sacsitól. Úgy tisztellek, mint anyámat, s meghajtom előtted a fejemet. Kérlek, védelmezz te is a fiatként. Arjuna kedves, de ellentmondás nem tűrő szavaiból Urvasi már sejthette, hogy hiába is próbálkozik, a férfi nem adja be a derekát. A mennyei hölgyet vérig sértette, hogy megtagadták a kérését. Remegett az indulattól. Finom szemöldökeit összevonta, és dühösen kifakadt. Mivel visszautasítottál egy nőt, aki atyád parancsára, mégis saját vágyától hajtva, a szerelem nyilától sebzetten jött hozzád, veszítsd el férfiasságod, és élj nők között. Azzal a magából kikelt Urvasi sarkon fordult, és kiviharzott Arjuna szobájából. Arjuna eltöprengett az apszará meghökkentő látogatásán. Indrának tudnia kellett, hogy ha Urvasi idejön, akkor annak ez lesz a vége. De akkor miért küldte ide Csitraszénával? Nyomban Csitraszénához sietett és beszámolt neki a történtekről, többször is megemlítve, hogy Urvasi megátkozta őt. Csitraszéna Indra elé járult és tájékoztatta őt a fejleményekről. Indra azonnal hívatta Arjunát és négy szem közt így szólt hozzá. Ó, legkiválóbb férfiú! Nincs dicsőbb anya Kuntinál, hogy egy ilyen gyermeknek adott életet.
Bizony, még a risik sem rendelkeznek a tiédhez fogható önfegyelemmel és türelemmel. Az átok miatt pedig ne aggódj, mert valójában a javadat szolgálja majd számüzetésed utolsó esztendejében. Urvasi átka csak akkor fejti majd ki a hatását, eunukként fogsz élni, de ez megóvattó, hogy felismerjenek. Miután letelik az év, visszanyered férfiasságodat. Arjunának nagykő esett le a szívéről, többé nem is gondolt az átokra, és mennyei tartózkodásának hátralévő idejét kellemesen töltötte el atya és Citraséna társaságában. Jaj! Következő alkalommal a 26. fejezetet fogom felolvasni. Úton a Badarika ásramába. Nem nagyon jók a szélviszonyok. Mármint a szélviszonyok azok jók, mert nem fúj a szél. De a fényviszonyok nem jók. Alig látom a betűt. Mahábárata Kijai, Krishna Darmadász Kijai, Jaini Taigóra Prémanandé, Hari Hari Bol, Góra Bhakta Vrinda Kijai. Persze, a hallgatóság ugyanígy itt van. Köszönöm, hogy meghallgattál.